Hát sziasztok, itt vagyunk Göncz Árpád városközpontnál, itt a játék, és az első pont teljesen meglepő módon Göncz Árpád szobor. Szavakat kell keresni rajta, és ki kell húzni ebből a táblázatból. Mutatom, hogy hol vagyunk előtte. Itt az Árpád hídnál. Ez egy ilyen kis átívelő híd. Ott van az Árpád híd, ott kezdődik. Itt vannak ilyen panelházak, ugye itt a szobor. És itt megy ki a Váci utca a fenébe. Ott van a rendőrségnek a teteje, úgyhogy nagyjából látjátok. Itt van a szoborcsoport. Van a Göncz Árpád, meg ilyen kis fehérek. Az egyetlen felirat, ami a szobron van, az itt van. Erős a polka, szobrászművész, stb. Végig mutogattam a többit is, de nincs rajtuk semmi. Nem rejtettek el semmilyen extra feliratot. És van a szobor, ugyebár. Itt van teljes életnagyságban Göncz Árpád pater. És azt is meg kell figyelni, hogy mi van rajta, mert a szobron is találhatók kiúzandó dolgok. Úgyhogy ennyi lenne ez a pont, menjünk is tovább. És itt vagyok második pontnál, régi vasúti indigóház, ahol ez a feladat. Egy fémlapot kell keresni rajta, meg számokat. Mutatom, hogy hol vagyok. Belefotózunk a napba. Itt vagyok, ni, panelházak, itt van az indigóház, vagy ingóház, vagy mit tudom én milyen ház. Itt jönnek, mennek kocsik, itt van egy Manna ABC, és arra van az Árpád híd amúgy. És ami nekünk kell, az itt, hogy oda is megyek, éppen semmi autó nem jön. Ami nekünk kell, ez a kis fémlap. Nos, hogy most mindenki megnézte, el tudja dönteni a feladatot, úgyhogy megyünk is tovább. Nos, itt vagyunk Dagály fürdőnél, Népfürdő utca 36, ez a feladat. Gyorsan mutatom, hol vagyok. Ott van az Árpád híd, itt van Dagály fürdő, itt megy tovább az utca, építkezés, és kész. Neonokat kell keresni, ebből kettő van, ez a dagály és a fürdő. Továbbá a táblát, ami ott van, ez a kis barna, úgyhogy oda is megyünk. Itt van mi, Málna István Pályk, paraúszó oktató. Úgyhogy ennyi lenne ez a pont, mehetünk is tovább. Nos, itt vagyunk Vizek szobornál, 4-es pont, ez az eleje, és itt van a feladat, számolni kell még hozzá napágyakat, a vizákat és botokat, továbbá meg kell keresni egy sakasztalt. Mutatom, hogy hol vagyok, egy parkban vagyok, ott volt az az ingóház, ahol már voltunk, itt van egy csodálatos park, itt van egy kis ház, süt a nap sajnos velem szemben. Akkor be mindenütt panelházak vannak. És ennyi. Direkt úgy álltam, hogy kezdhetjük is számolgatni a napozó ágyakat, úgyhogy mindenki veszett őt számolva, amíg elmegyek mellettük. Itt vannak szépen sorban. Ennyi volt az összes napozóágy, és itt van a csodálatos szobor. Van rajta hal, és botok. A botoknak megmutatom a tetejét, ott világosan látszik, hogy hány darab van. Mindenki össze tudja számolni őket. És, hogy hol van a sakkozóasztal, itt van a parknak a szélén. Úgy oda is megyünk. Ez a kis asztalka ott. Itt van ugye a sakkozóasztal.
és ott vannak a szobrok, tehát mindenki meg tudja nézni, hogy szerinte melyik kocka az, amelyik a legközelebb van hozzá. Úgyhogy haladunk is tovább a következő ponthoz. Nos, itt vagyok Kolotko orosz hadihajó szobornál, utolsó ötös pont, ez a feladat. Meg kell keresni ezt a hajót. Úgyhogy megkeressük, először mutatom, hol vagyok. Itt állok a Duna partján, ott van a Margit sziget, itt van az Árpád híd. Gyere vissza, Claudia, bicikliút, itt van kettő ilyen nagy ház, és ugye nekünk a Moszkva sétányt kell megkeresni, aminek a táblája itt is van. Látjátok is, visszafogó Moszkva sétány, 13. kerület. Sokáig kerestem a hajót, mert azt hittem, hogy ez egy normális méretű hajó lesz, de nem. Itt van. Ez itt mi. Ugye mutatom a könyvben, egy ilyen emberke van a tetején, és néz az egyik irányban, a másik oldalon is. És akkor azt kell nézni, hogy ez a hajó, ugye mi a feladat, melyik irányba néz, és van-e a szobron valami felirat. Hát mutatom, ugye ott a folyásirány, arra néz a szobor. Most itt körbe megyek, de egy darab felirat nincs szerintem az egész szobron. Itt van lent egy ábra, de szerintem nem erre gondolnak. De más felirat nincs rajta. Ugye egy kis mini hajó ez. Még egyszer megmutatom. És ennyi volt az ötös pont, illetve a nyolcas bázispont. Úgyhogy sziasztok!